Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelenteket, akik között úgy látom a kollégáim és a tanítványaim vannak többségben. Így aztán külön szeretettel köszöntöm azokat, akik nem férnek bele ebbe a két kategóriába. Remélem nem tévesztettem meg önöket, mert ha az ember ránézett a plakátra, akkor azt láthatta, hogy a tatárjárásról lesz szó. De ha a folytatást is elolvasta, akkor bizonyára észrevette, hogy itt valami szokatlan dologra kell felkészülni. Egyrészt ez illik az én profilomba, másrészt kevesebbet beszélünk arról, hogy mi történt a hátországban. Általában azzal kezdjük, hogy 1241. márciusában megjelentek Magyarországon a tatárok, és esetleg megemlítjük, hogy leradírozták az orosz fejedelemségeket, de sokat nem törődünk velük. Hát most elnézést kérek attól, aki nem ezt várta, de kénytelen leszek bemutatni Kelet-Európát. Kénytelen leszek lényegében a magyarországi tatárjárásnak a hátsó udvarát is egy kicsit megvilágítani. Őszintén remélem, hogy tudok majd újat mondani a jelenlévőknek. Annál is inkább, mert részben ez a kutatási területem, bárhogy őszinte legyek, 30 év alatt sem jutottam el 1236-ig, még mindig 1216-nál tartok, de talán mire nyugdíjba megyek, ide is eljutok kutatási és publikációs szinten is. Nos, kezdjük azzal, hogy Kelet-Európában milyen hatalmi tényezők léteztek a tatárjárás előtt. Mongol járásnak is mondhatjuk, a szakirodalom szerint teljesen ekvivalens a két kifejezés, a mongol és a tatár. Európában általában tatárokról szokás beszélni, Európától keletebbre inkább a mongol kifejezést használják. A tatár gyakorlatilag nem más, mint egy fajtája a mongoloknak, egy nagy törzs volt a tatár, amelynek a férfi tagjait jelentős mértékben kiirtották a mongolok az egyesítés során, azt azért illik tudni, de teljesen párhuzamosan lehet a kettőt használni. Nos, nézzük meg, hogy mielőtt megérkeztek a hódítók, mi volt a helyzet. A kunok által lakott sztyeppvidékről kell beszélnem. Nem túl sokat, mert elég nehéz megfogni történetileg, hogy mi történik a sztyepp vidéken. Ennek a neve ez a Kipcsak puszta, vagy Desti Kipcsak, szokták emlegetni a szakirodalomban. Ahogyan a tatárt és a mongolt is lehet használni egymás helyett is, úgy a kunt és a kipcsakot is lehet ugyanúgy használni, tehát ebből nem fogunk problémát csinálni. Itt van a volgai Bulgária, amelyről igen keveset beszélünk, pedig a térségnek nagy hatalma, hogyha úgy tetszik. És hát jönnek az orosz fejedelemségek is, hát azt azért tudjuk, hogy velük ütköztek jelentős mértékben. Őket rohanták le a tatárok, és csak utána tudtak betörni Magyarországra. Elnézést kérek a fiatalabbaktól, ez egy szokatlan térkép lesz itt, Cyril betűkkel, de hát ugye ha az én kutatási területemet nézem, akkor ez van elsősorban, és latin betűs térképet nem találtam, de majd segítek az értelmezésben. A három hatalmi tényező közül itt mind a hármat látjuk, de kettőt viszonylag jobban, majd lesz még egy térképem. Kezdjük a kunokkal, akik az úgynevezett dél-orosz sztyeppéket foglalták el, tehát az Azovi-tengertől, a Fekete-tengertől északra éltek, nomadizáltak, ahogy szoktuk mondani, tehát nagy állattartással foglalkoztak. A Kárpátoktól, az Al-Dunától egészen a Volga folyóig éltek.
Egyes történészek szerint még azon túl is Nyugat-Szibéria is a kun törzseknek a területei közé tartozott. Hát jobban azért a Volgától nyugatra lévő részeket tudjuk megfogni. Erre a térképre azt írták, hogy Pólavci, magyarra úgy szokták fordítani, hogy polovecek, de azt hiszem, hogy még pontosabb a kun kifejezés. Ez egyébként, ez a Pólavci azt jelenti, hogy fakók. Tehát az orosz elnevezésben a fakó van benne. Az oroszok pedig igen gyakran találkoztak a kunokkal a 11. századtól kezdve. Olyan volt a kapcsolatuk, mint egy házasság. Voltak békés időszakok, és voltak eléggé viharos időszakok, ezt meg kell, hogy mondjuk. A kunoknak a fő központja hol itt volt, hol ott volt, hol a Don folyó mellett, mert valamiféle központi szervezetük azért csak volt, illetve később keletre is helyezték, olyan is előfordult, hogy a Nyeper folyó mentén. Na most a központ egy nomád törzsszövetség esetében nehezen megfogható. Ha ellenséges támadás éri őket, akkor szétrebbennek. Megszűnt a központ, valahol majd a sátraikat ismét felütik. Nagyon nehéz velük bármit is kezdeni. Viszont volt olyan időszak a 11.-12. század fordulóján, amikor már nagyon komoly veszélyt jelentettek az orosz területekre, és a kievi nagyfejedelmek vezetésével összefogtak ellenük, és akkor visszaszorították őket. De voltak olyan periódusok is, amikor hol az egyik, hol a másik orosz fejedelem őket hívta, és nem csak az orosz területeken bukkantak fel, például 1169-ben a Vlagyimiri fejedelem észak-keletről szervezett hadjáratot, ő maga nem ment, csak küldte a fiát, a hadvezérét, az alárendelt fejedelmeket és a kunokat, és a kunok is részt vettek Kijev elfoglalásában, még inkább kirablásában. Tehát leírják az orosz források, hogy mit is műveltek azok, akik bejutottak Kijevbe. Gyanítom, árulás folytán, mert a korszakban nem nagyon lehet másképpen bejutni. Tehát 1169-ben hogy lehet egy orosz települést elfoglalni, vagy menetből? A támadók olyan gyorsan megérkeznek, felderítés nem nagyon van ebben az időszakban, hogy még nem sikerül a kapukat bezárni, és akkor el lehet foglalni egy települést, vagy pedig blokkáddal kiéheztetik a város lakosságát, és akkor többnyire az történik, hogy a város megadja magát, a fejedelmet engedik elfutni, és egy másik fejedelem ül a helyére. Itt ezúttal nem ez történt, észak-keleten várta Andrej fejedelem, hogy mi történik, végül is sikerült Kijevet elfoglalni, és elsősorban a kunokat hibáztatják a rablásért, a kolostorok felgyújtásáért, kifosztásáért. De nem csak itt bukkannak föl, ez egyetlen példa volt a rengeteg közül, hanem még a volgai Bulgáriában is előfordult, hogy valamelyik vlagyimiri fejedelem hadjáratot indított, hát vízi hadjáratot a Volgán keresztül, a volgai Bulgáriába, és nagy meglepetésére ott kunokkal találkozott, mert a kunokat az egymással viaskodó bolgár fejedelmek, ahogy mondták az oroszok, de mondhatjuk őket kánoknak, behívták és részt vettek a belvillongásokban. Hát azért a volgai Bulgária valamelyest kívül esett azon a területen, ahonnan zsákmányt szoktak szerezni a kunok, mert hát ebből éltek. Állattenyésztésből éltek és zsákmány szerzésből. Nagyjából ugyanez volt a tatárokra is jellemző, itt olyan sok meglepetést nem tudok önöknek mondani. A volgai Bulgáriával is kellene tehát foglalkoznunk. A Volga és a Káma folyók összefolyásánál, hogyha ezt tágabban értelmezzük, éltek a bolgárok. Ekkor már legalább három részből állt a bolgár etnikum. A 13. század első felében vagyunk. Az egyik részük a Balkánon, a mai Bulgária
területén élt már, hát csak egy kis sarka látható itt Bulgáriának. A bolgár törökök rátelepedtek a szlávokra, és a 7. századtól kezdve, és aztán elszlávosodtak. De azért a bolgár-török beütés a bolgárokban most is ott van, és genetikailag jól kimutatható. Egy további részük, a kazárok fennhatósága alatt élt egy ideig, itt a két tenger, a Fekete és a Kaszpi közötti területen. Ők aztán fölolvadtak a népek tengerében, nehéz őket követni. A harmadik rész viszont északabbra húzódott, a népvándorlás viharai közepette, ez nem volt szokás. Mert hát nyugatra szerettek húzódni a nomád népek, hát a bolgár is, a bolgár török nép is nomád nép volt. Itt most északra húzódtak, és ott hoztak létre egy nagyon tisztességes államalakulatot maguknak. Én akkor találkoztam ezzel a bolgár témával kutatási szinten, mikor akartam írni egy tanulmányt, meg is jelent ez egy pár évvel ezelőtt, a szuzdáli fejedelmek és a bolgárok kapcsolatairól, és rájöttem, hogy nem tudunk semmit a volgai bolgárokról. Hát a semmit az nyilván túlzás, mert vannak ilyen-olyan adatok, de meg akartam tudni, hogy mire vágytak az orosz fejedelmek. Tehát miért vállalták föl azt a nagyon nehéz helyzetet, hogy hajóra szállnak, és Vlagyimirból elhajóznak az Oka folyóra, majd pedig a Volgán keresztül megérkeznek a volgai Bulgáriába. Sokszor írja a szakirodalom, hogy mert a kereskedelmi érdekeket akarták biztosítani. Hát hogyan tudom úgy a kereskedelmi érdekeimet biztosítani, hogyha elhajózom oda, és kirabolok néhány bolgár települést, majd a bolgárok megfutamítanak, mert nem egyszer ezt olvassuk a forrásban, amelyek még hízelegnek is, mert oroszok írják ezeket természetesen. Néha nesze semmi fog meg, jól ez az eredménye a hadjáratnak. Tehát sokkal inkább arról lehet szó, hogy dicsőségre vágyik egyik vagy másik vlagyimiri fejedelem, és szinte elvárják tőle, hogy elhajózzon a volgai Bulgáriába. Arról nem is beszélek, hogy nyelvrokonaink, a mordvinok isszák meg sokszora, ideírták őket, a levét annak, hogy a szlávok és a bolgárok viaskodnak. Gyakorlatilag a tatár támadás idejére szét is szakítják ezt a területet, részben a vlagyimiriek, részben pedig a bolgárok kezdik ellenőrizni a mordvinok által lakott, eléggé fejletlen területeket. Na minden esetre megpróbáltam megfejteni a bolgárok titkát, hát csak részben sikerült. Kiderült, hogy nagyon fejlett földművelést folytattak, tehát letelepedtek ezek az egykori nomádok, és fejlett állattenyésztést is, olyan sok gabonájuk volt, és olyan sok hússal rendelkeztek, olyan sok állatot tenyésztettek, hogy exportra is jutott bőven. Nagyon fejlett iparral is rendelkeztek, ők már nem sátrakban laktak, hanem nagy településeket is létrehoztak maguknak. De legfőképpen a különböző irodalmak és a források is arra koncentrálnak, hogy tulajdonképpen a Skandinávia és a Kaszpi-tenger közötti kereskedelmet ellenőrizték a bolgárok, abból nagyon szépen lehetett gazdagodni. Tehát gyakorlatilag valamiféle együttélés csak kellett vlagyimiri és bolgár részről, hogyha mindkét félnek érdeke volt a kereskedelem. További érdekessége még ennek a volgai Bulgáriának, hogy mohamedán vallású volt. Az ember ezt nem nagyon várja itt fönn északon, pedig a 10. században fölvették, korábban is ismerték már a mohamedán vallást a volgai bulgárok, vagy bolgárok, és ragaszkodtak is ehhez a későbbiekben, ennek megfelelően építették föl a szakrális épületeiket is. Az a helyzet, hogy minden bizonnyal azoknak a mohamedán kereskedőknek tulajdonítjuk ezt, akik délről érkeztek, eljutottak a bolgár településekre, és megismertették a bolgárokkal az iszlámot, és az megtetszett ezek szerint a volgai bolgároknak. Tehát ez egy különleges helyzet.
Azt nem tudom önöknek megmondani, hogy mi volt a fővárosa a Volgai Bulgáriának. Ide olyan nagy bátran ideírták nekünk, hogy Biliár, törökösen Biler. Hát ez a szószoros értelmében nagy bátorság, mert azon vitatkoznak, hogy vajon bulgár vagy bolgár városa volt, vagy Biliár. Olyan szempontból jó a térkép, hogy látjuk, hogy ez a Biliár vagy Biler jóval nagyobb volt, ezt régészetileg könnyű bemutatni, de inkább elméletek vannak csak azzal kapcsolatban, hogy mikor, melyik lehetett a főváros. Össze-vissza írkálnak mindent az orosz krónikások, és időnként az az embernek az érzése, hogy aki írta a tudósítást az adott hadjáratról, az talán nem is vett részt abban a hadjáratban, és elmeséltek neki mindenfélét, említettek ilyen-olyan török neveket. Na most miért várjuk el egy szláv krónikástól, hogy nagyon tudja azt, hogy miféle török nevű települések léteznek a Volga mentén vagy a Káma mentén. Olyan településről is írtak az orosz krónikások, amelyeket a mai napig sem sikerült azonosítani, mert nem nagyon tudjuk lokalizálni. Én megpróbálkoztam azzal is, hogy elolvastam egy Abu Hamid al-Garnati nevű szerzőnek az útleírását, kétszer is járt a 12. században a Volgai Bulgáriában. Azt gondoltam, hogy ez lesz a Kánaán. Ennek megvan az orosz, és megvan a magyar fordítása is. Kiadták a magyar fordítását is. Szerintem ebben a könyvtárban is hozzá lehet jutni. Na, nem lettem okosabb. Tehát olyan meséket olvas az ember, különböző történeteket, amelyeket meg kell, hogy fejtse. A szakavatott történészek mindenhol jegyzett számokat tettek, és végül sehová nem jutottam el. Nem tudta megkülönböztetni a két fontosabb városnak a nevét sem, ez a távolról érkezett szerző, és igazából azt mondhatom, hogy jó, hagyott ránk valamit, de azzal sok mindent nem lehet kezdeni. De legalább ennyit el kell mondanom a Volgai Bulgáriáról, Bulgárországról, hiszen az első csapást, az első nagy csapást ők szenvedték el 1236-37-ben, amikor megindult a tatároknak a nagy támadása. Ami, kinagyítom egy részét az előbbi térképnek, ami az orosz fejedelemségeket illeti, volt belőlük körülbelül 12 a tárgyalt időszakban. Mondhatjuk, hogy ez még a kijevi rusz, de hát Kijevnek már jóval kisebb a szerepe, mint korábban. Tessék megnézni ezt a szint, ezt a kéket, ezt a világos kéket délen. Kijev már csak egy kis fejedelemségnek a központja. A vlagyimiri fejedelemnek jóval nagyobb hatalma van, mint neki, és akár a Halicsit is mondhatnám. Halicsot itt találjuk meg délnyugaton, a Dnyeszter partján van maga Halics városa. Tehát ez a széttagoltság időszaka, és sokszor azt olvassuk a szakirodalomban, hogy azért szenvedtek katasztrofális vereséget a tatároktól az oroszok, mert hogy nagy volt a széttagoltság, nem fogtak össze, máshol összefogtak, senki nem bírta a tatárokkal. Nem volt olyan haderő, amely meg tudta volna állítani őket a 13. században. Nem sikerült a kínaiaknak, nem sikerült a horezmieknek, nem sikerült a szeldzsuk törököknek, senkinek nem sikerült. Tehát, hogyha egy kézben lett volna a hatalom, na ilyen nem volt jellemző ezekre az orosz területekre, akkor sem lehetett volna mit kezdeni. A tatárokkal sokszor mondják, hogy ismeretlen volt a tatároknak a harcmódra. Hogy lett volna ismeretlen? Hát a kunokat ismerték már korábbról, tehát tudták, hogy milyen a sztyeppei harcmódor, de ez egy nagyon durva sztyeppei harcmodor volt a tatároké. Tehát nincs különösebb jelentősége annak, hogy ez a széttagoltságnak az állapota, de legfeljebb hadd hívjam föl néhány olyan részre a figyelmüket, amely talán megjegyzésre érdemes. Északon nagyon sok zöldet látunk. Itt látjuk Novgorod városát, és a novgorodi területek messze-messze északra nyúltak.
Ennek olyan nagy jelentősége nincs itt a nagyságnak, hiszen minél inkább északra megyünk, annál kevésbé sűrűn lakott a terület. De a novgorodiak terjeszkedtek és igyekeztek az adószedést is kiterjeszteni. Viszont ez az a település, amely talán leginkább hasonlít a nyugat-európai városokra. És azt kell mondjam bizonyos tekintetben, ha a higiénés viszonyokat nézzük, magasan fölülmúlja a nyugat-európai városokat a 13. században. Ez kicsit meglepő, hogyha a kelet-európai síkság egy településéről ezt mondom, de mégis ez a helyzet. A novgorodi területek szomszédságában van ez a lilás, a Vlagyimir szúzdáli, olyan furcsa két szarva van fönn, és a Volga keresztül folyik rajta, hogyha megtetszenek látni. Részben még az Oka folyó is befolyik, és jó néhány folyópatak található közben is, csak azokkal nem foglalkozunk. A legnagyobb központja Vlagyimir városa volt, Vlagyimir Szúzdálinak szokták nevezni sokszor ebben az időszakban, de ezen kívül is nagyon jelentős települései voltak. Amit önök jobban ismernek, az Moszkva. Tessék csak megnézni, itt, hogyha magát ezt a fejedelemséget nézem, akkor délen, délnyugaton helyezkedik el. Moszkva futottak még kategóriája a 13. század első felében. Nem is tudom, hogy nevezhetem-e településnek, vagy csak erődnek, de a falai nem kőből készültek, hanem földből és fából, ahogyan az divat volt a tárgyalt időszakban a kelet-európai síkságon. Egyébként is az egyik orosz, nagyon kiváló orosz polgári történész azt mondta, hogy a nagy különbség a nyugat és Oroszország között ebben van. Köves nyugat és fás kelet. Hát ha akarjuk, elfogadjuk, ha nem, de bizonyos vonatkozásban azért erre azt hiszem, hogy érdemes figyelni. Minden esetre itt van egy fás Moszkva, amelyet úgy lesöpörnek a tatárok, mint hogyha ott sem lenne, majd a későbbiekben nyilván újra éled, de még a Vlagyimir szuzdáli fejedelemségen belül is a kis települések közé tartozik a tatárjárás időszakában. Nem mondom végig az összes orosz fejedelemséget, még egyre szeretném fölhívni a figyelmüket. Ez itt a Riazanyi fejedelemség, az Oka partján található, ez a nekünk nehezen kimondható Riazany, de kénytelen leszek vele foglalkozni. Az első nagy csapást azt Riazanynak kellett elszenvednie, és néhány érdekességet meg is fogok majd önöknek mutatni ezzel kapcsolatban. Riazánynak a helyzete borzasztó kényes volt, hiszen számolnia kellett a kunok támadásaival, hiszen itt a sztyeppe helyezkedett el a határvidékén. Ugyanakkor a másik oldalról a vlagyimiri fejedelmek szorongatták. Már a 12. századtól, amikor ez az észak-keleti fejedelemség, először Rosztavinak nevezték, Szuzdálinak, később lett Vlagyimir Szuzdáli, amikor kezdett önállósodni, akkor azonnal nyomást gyakorolt Riazányra. A riazányi fejedelmek pedig mindig szerettek volna ebből a szorításból kijönni. Nem nagyon sikerült. Nem nagyon sikerült, erősebb volt a szomszédos Vlagyimir, másrészt pedig az volt a gond, hogy túl népesedett a Rurik dinasztiának az itteni ága, hiszen az összes orosz fejedelemséget egy bizonyos dinasztia, a Rurik dinasztia uralta. És a Rurik dinasztia meglehetősen népes volt a 10. századtól, a 900-as évektől számíthatjuk a történetét, és mindaddig, amíg rettegett Iván ki nem írtotta, szó szerint, mert a maradékait ennek a dinasztiának ő ölte meg, legfőképpen a tulajdon fiát is, egy veszekedés közben, az egyetlen olyan gyermekét, aki egészségesen született, és aki tovább vihette volna ennek a dinasztiának a történetét. De hát így is a 16. század végéig számíthatjuk. Itt mindegyik orosz fejedelemségben a Rurik dinasztia tagjai voltak a fejedelmek, miközben fogalmunk sincs, hogy ki volt Rurik, nem történeti személy. Könyvtárnyi irodalmat írtak róla, hogy ki lehetett, de soha senki be nem tudta bizonyítani, hogy élt
valamikor azt mondják, hogy egy skandináv vezér, akit a novgorodiak behívtak, hát népmesei elemek vannak ebben, mert három fivért hívtak be, és egyéb népmesei elemek is vannak itt mondai elemek, nem is kell vele foglalkoznunk, de az a lényeg, hogy ez az ága, a Riazanyi ága a dinasztiának különösen népes volt. Tehát kevés volt a nagy település, ami alkalmas volt fejedelmi központnak, éppen ezért állandóan harcok folytak, és nem egyszer maguk a Riazanyiak fordultak a vlagyimiri fejedelemhez, hogy jó lenne, ha rendet tenne köztük, és eldönteni, hogy kinek van igaza. Nem lehetett senkinek igaza, túl sokan voltak. Ennek az lett a következménye egyébként a 13. század első felében, hogy az egyik fejedelem, nem is egyik, hanem egy testvérpár megelégelte, hogy túl nagy a rokonság, összehívta annak elérhető tagjait, és lemészárolta. És így aztán kevesebb lett az, aki esélyes volt a különböző trónoknak az elfoglalására, de azért még mindig maradtak, tehát nem halt ki ez az ág sem. Tehát Riazany meglehetősen nehéz helyzetben volt, és most a szomszédos Vlagyimirral kapcsolatban mutatnék, remélem, hogy néhány érdekes képet. Ritkán látunk ilyesmit. Ez a vlagyimiri, Moszkva közelében van, tehát Vlagyimir manapság. A Vlagyimiri Történeti Helytörténeti Múzeumban van kiállítva egy makett. Sajnos nem látjuk a végét, mert akkor kicsi lenne a kép. Három részből áll. Ez itt a középső része, van egy újvárosnak nevezett része, és ez a harmadik, amely hegyesen elnyúlik távolra, de bennünket most nem ez érdekel, hanem az érdekel, hogy szemmel látható kőtemplomai vannak, és egyetlen hosszú kőfala van. Hát ezzel nem lehet mit kezdeni, ha jönnek a tatárok, gondolom ez teljesen egyértelmű. A falak, amelyek tehát földből vannak, sáncok, rajtuk fa szerkezet látható, nagyon jók akkor, amikor oroszok, vagy ó-oroszok, ha pontosan fogalmazok, egymással harcolnak. De nem jó akkor, amikor megérkeznek a tatárok, majd elmondom, hogy pontosan miért. Néhány részletet hadd mutassak meg önöknek, ez maga a vár, hiszen mindig a várak körül jött létre maga a város. A várban a két leghíresebb templom, az Uspenszki székesegyház látható, ezt majd más vonatkozásban még megmutatom, a mai napig is megvan. A 12. században építették, és elég tisztességes állapotban megvan ez ma is. Mészkőből épült, nyilván sokat kell rá költeni, de már csak azért is nagyon figyelnek rá, mert a vlagyimiri fejedelmeket ide temették el, és egy időben vizsgálták is a csontmaradványokat, manapság az egyház nem engedi. Tehát leállították a szovjet időszakban, ide-oda utaztatták és tanulmányozták, különösen Andrej fejedelemnek a földi maradványait, most már ilyesmire nincsen lehetőség, de minden esetre ez egy nagyon híres székesegyház. Itt mellette van a Dmitrijevszki, a Dmitri, a Demeter székesegyház, az pedig egyfajta ilyen udvari templom volt, Vszevolod fejedelemnek az udvari temploma, különleges kőfaragások vannak a külső falán. A fejedelemnek volt palotája persze Andrejnek is, és az öccsének, Vszevolodnak is, nem tudjuk, hogy ezek pontosan hogy néztek ki, valamit ide raktak nekünk, de nem lehet ezt rekonstruálni. Viszont azt látjuk, hogy Vszevolod hova húzatta föl a kőfalat, talán távolabbról is látják önök valamennyien, az ember azt mondaná, hogy nincs értelme. Mert hogyha arra számítok, hogy nagy erejű támadás jön, akkor legalább ezt a kis területet, nagyon drága a mészkő, távolról kell ide szállítani hajón, akkor legalább ezt a kis, hát nem annyira kicsi, csak itt tűnik annak, ezt a kis területet akkor teljesen körülveszem kőfallal. De nem vetette körül, hanem csak azt a részét, amely a középső város résztől elhatárolta a várat. Elhihetik, hogy a szovjet marxista történészek erre rögtön rákaptak,
És azt mondták, hogy Vszevolod nyilván azért ott húzatta föl ezt a falat, mert tartott a város lakók elégedetlenségétől. Hiszen az osztályharc a marxista történetírásnak egy nagyon fontos kérdése, központi kérdése, és gyakorlatilag ezt a magyarázatot találta ki egy Voronyin nevű történész, aki egyébként régész is volt, és a legkiválóbbak közé tartozott, azt meg kell mondjam. Olyan könyve is volt Andrej fejedelemről, amely nem jelenhetett meg a szovjet időszakban. Kiadták az egyik vezető történésznek, és rettenetes lektori véleményt írt róla. Az volt a lényege, hogy hát elvtársak, nem ilyesmivel kellene foglalkozni, fejedelmekkel, vagy egy fejedelemről írni egy egész kötetet. Talán a néptömegek megmozdulásai azok fontosabbak lennének, gazdasági kérdésekre jobban kellene koncentrálni. Alig van anyagunk arról, hogy hogyan gazdálkodtak a tárgyalt időszakban, tehát ezzel olyan sokat nem hiszem, hogy lehetne kezdeni. Tehát nem tudjuk, hogy miért pontosan ott van az a bizonyos kőfal, de ott van. És amit még szeretnék a figyelmükbe ajánlani, az az aranykapu, itt található. Az új városnak nevezett városrésznek volt ez a fő bejárata. Azt gondolom, hogy könnyen tetten érhető, hogy a kijevi aranykapu mintájára készült. Vetélkedett Vlagyimir Kijevvel, a kijevi pedig a konstantinápolyi aranykapu mintájára. De sokra nem mentek vele a vlagyimiriak, hiszen ez kőből volt ugyan, de mellette, tessék megnézni, ott vannak a fából készült részek, és alul pedig ott van a sánc, a föld sánc a tatároknak, ez nagy akadályt nem jelentett. Vszevolod fejedelmet mutatom meg a fiaival együtt. Azért mutatom meg ezt a kompozíciót, amely a Dmitrijevszki székesegyházon látható, mert szinte semmit sem tud a magyar történeti tudat Vszevolodról, pedig utána az összes moszkvai fejedelem, tehát először a vlagyimiriak, majd a moszkvaiak is valamennyien az ő leszármazottai voltak, tehát egészen rettegett Ivánig és a fiáig mindannyian ebből a nagy fészekből kerültek ki. 8 fia volt és 4 lánya, ez elég tisztességes nagy fészek volt. A gyermekek többsége fölnevelkedett, mert hát nagyon alacsony volt az átlag életkor, és itt mégis viszonylag tisztességesen föl növekedtek, lett is némi trónviszály ebből. Tehát ha 6 fiú életben maradott, már lehet trónviszályra számítani, ez Vszevolod halála után be is következett. Itt 5 fiút látunk a Dmitrijevszki székesegyház faláról, még egy nem született meg a székesegyház építésekor, 2 már meghalt viszonylag korán. Talán éppen Dmitri nevű fiát tartja az ölében, és a másik 4 fiú pedig hódolattal tekint az apára. De hát úgy látszik, a szobrászoknak ez csak így sikerült visszaadni. Vszevolod olyan nagy hatalmú volt, hogy sokszor beavatkozott a kijevi ügyekbe is. Nem kellett hadseregeket küldözgetnie, mint a bátyjának Andrejnek, mondjuk 1169-ben, hanem elég volt diplomáciai úton beavatkoznia, és nem egyszer így tudta elérni a fejedelemváltást. Itt látjuk Jurit, és már nagyon közel jutottunk a tatárokhoz. Ő volt az a szerencsétlen, az előbb mutatott Vszevolodnak a fia, aki több mint 20 évig volt Vlagyimir Szuzdali fejedelem, és hát ő volt az egyik legbátrabb az összes orosz fejedelem közül. Ő ugyanis mezei ütközetet vívott a tatárokkal. Ennek csak az lett a következménye, hogy ott vesztette életét, nem Vlagyimir védelmezése közben, és aztán szentté avatta a pravoszláv egyház, a már mutatott Uspenszki székes egyházban megvannak az ő hamvai. Ez a szobor Nyizsnyi Novgorodban található, mert azt a várost úgy tekintik, hogy Jurij fejedelem alapította, és hát nyilván ezért van ott a szobra.
Az előzményekről nagyon röviden, a tatár támadás előzményeiről őszintén remélem, hogy jó részt ismert dolgokat fogok önöknek elmondani. Dzsingisz Nagykán nevét mindannyian ismerjük, ha szavazásokat rendeznek világszerte az internet időszakában ez már nem probléma, és fölteszik a kérdést, hogy kik a legnagyobb alakjai a világ történelemnek. Dzsingisz mindig ott található az élbolyban. Én azt hiszem, úgy kellene föltenni a kérdést, kik a legnagyobb gonosztevői az emberiségnek. Akkor is ott kellene, hogy legyen. Minden komoly szakirodalom ezt a megállapítást teszi, ne gondolják, hogy én találom ki. Ő tulajdonképpen a mongol törzseknek az egyesítői, 1206-ban választották meg nagy kánná, és 1227-ig óriási területeket foglalt el ő a fiai segítségével. A fő feleségétől 4 fia született, ezek a fiúk már részt vettek a hódító hadjáratokban. A legidősebb Dzsocsi volt, ő talán kevésbé ismert, meghalt még az apja előtt, Dzsingisz előtt, és Dzsocsi fia az a Batukán, aki részben a mai történetünknek a főszereplője. Na most az 1223. évi kalkai csata úgy jön ebbe a képbe, hogy először nyilvánvalóan nem Kelet-Európa ellen fordultak a tatárok, hiszen ahhoz, hogy eljussanak, csak úgy mellékesen mondom, állítólag Németország lett volna ennek a migrációnak a fő célja a tatár időszakban. Forrásaink is vannak ezzel kapcsolatban. Tehát ahhoz, hogy eljussanak Németországba, meg kell a közbülső területeket hódítani. Majd mutatok később egy térképet, egy perc még felsorolom az összeset. Minden esetre 1223-ban már találkoztak a szlávok és a kunok is a tatárokkal, akik átkeltek a Kaukázuson, és egy ütközetre került sor a Kalka folyó mellett, ez az Azovi tengertől nem messze található. A kunok kérték az óorosz fejedelmeket, hogy segítsenek nekik. Tehát ismét egy békés viszony volt ez, és szövetség a tatárokkal szemben, lemosták a kunokat és az orosz csapatokat is a tatárok. Nagy volt a meglepetés, ekkor jöttek rá, hogy milyen nagy erejű ellenséggel kell itt majd szembenézni, nem tudni mikor, de kell mindenféleképpen. Ott maradt az orosz fejedelmek nem kis része a csatatéren, és a kunok is nagyon jelentős veszteségeket szenvedtek. 1235-ben Kuriltájt, vagyis nagygyűlést tartottak, akkor Ögödej volt a nagykán, Ögödej, mint ismeretes, a fia volt Dzsingisznek, és úgy döntöttek Ögödej vezetése mellett, hogy két új irányt kell kijelölni, 1235-től kezdve, Dél-Kína volt az egyik, ez most kevésbé fog bennünket érdekelni. A másik irány pedig a nyugati irány volt értelemszerűen, és hamarosan meg is indultak, 1236-ban már Kelet-Európában voltak a tatárok. Dzsingisz unokái sorakoztak föl, köztük Batu is, ő volt a legjelentősebb személyiség. Ez érdekes dolog egyébként, Batunak állítólag 39 testvére volt. Név szerint nem ismerjük mindegyiket, de nagyon termékeny volt az apja, több feleségtől született persze ez az állítólagos 39 testvér. És akkor föltetnénk a kérdést, hogy miért nem lett soha nagykán? Miért kellett itt nyugaton keresni az ő hatalmi bázisát, vagy a hatalma alá vonható területeket. Ezzel kapcsolatban ugye azt írja a szakirodalom, hogy Dzsingisz első felesége, aki ugye a nagyanyja volt ennek a bizonyos Batunak, egy ideig fogságban volt, a Merkit törzsnek a fogságában, és onnan terhesen érkezett vissza, utána szülte Dzsocsit, Batu apját.
Dzsingisz elismerte Gyocsit, következésképpen Batut is és a testvéreit is, de a későbbiekben, amikor elkezdtek Dzsingisz utódai marakodni, akkor bizony nem egyszer fattyúnak nevezték Gyocsit és a gyermekeit is, mert nem lehetett tudni, hogy mikor és hogyan esett teherbe gyakorlatilag Dzsingisznek a felesége. Tehát itt a származás körül volt valami probléma, és úgy látszik, hogy Batu ezért nem juthatott a nagykáni pozícióba, és fájdalmunkra maradt Európának ezen a részén. Nagyon röviden Julianus barátra hadd térjek, ez azért nem ismeretlen téma. Magyarországon egy domonkos rendi szerzetesről van szó, aki két alkalommal is járt Kelet-Európában. Az első alkalommal még a keleten maradt magyarokat kereste, és meg is találta a már mutatott Volgai Bulgáriának a területén. Először egy nővel találkozott, egy magyarnak mondott nővel, akivel meg is értette magát, és aztán azt mondta neki ez a magyar nő, hogy meg tudja mutatni, hogy hol találja meg a rokonokat, akiket meg is talált Julianus, és akikkel tudott beszélni. Tehát ezek szerint nem változott annyit, a Baskíriában maradt, szoktuk Baskíriának is nevezni ezt a területet, magyaroknak a nyelve, hogy ne lehetett volna megértetni magát velük egy Magyarországról érkezett szerzetesnek. Na most, amikor a hír megérkezett, Julianus hozta Magyarországra, akkor nyilván nagy volt a lelkesedés, és el kellett indulni még egyszer a pontosabb információkért, illetve néhány szerzetest el is küldtek téríteni. Tehát az akkori magyar vezetés, IV. Béla volt a királyunk, fontosnak tartotta, a kunok körében is folyta kereszténység terjesztése, és úgy gondolták, hogy meg kell téríteni a keleten maradt magyarokat. Ennek az lett a következménye, hogy Jurij fejedelem, akinek mutattam már a szobrát, egyszerűen kipaterolta a szerzeteseket Vlagyimir Szuzdából. Ő nem kért ebből a térítésből, ő a Pravoszlávia híve volt, nem akarta, hogy katolikus alattvalók legyenek, de már nem is lett volna ennek komoly jelentősége. Tudnélik, mire Julianus eljuthatott volna ismét a Volgai Bulgáriába, és beszélhetett volna a magyarokkal, addigra már nem lehet tudni, hogy ők pontosan hol voltak. A tatárok elpusztították a Volgai Bulgáriát, egyesek menekültek Szuzdába. Ez a könyv azt mutatja nekünk, hogy a téma népszerű volt, már a két világháború között is Kodolányi Jánosnak a munkáját tetszenek látni, az egész könyv Julianus barátról szól. És minthogy forrásaink vannak, azt kell mondjuk, ha valaki megnézi, elolvassa ezt a könyvet, a mai napig is hiteles információkhoz juthat. És akkor Batukán, akiről mondtam, hogy egyfajta főszereplőnk, hogy kínainak néz ki, azt nézzék el önök is, ez az ábrázolás századokkal később készült, 18. századi kínai metszet, nem igazán mongolnak néz ki Batukán, de nem nagyon tudok mit mutatni. A könyvtárosok ügyesen a kérésemre találtak egy szobrot, és azt rátették a plakátra. Ott úgy néz ki, mint egy török, mert hogy az a szobor az Törökországban található, ahol nagyon tisztelik Batukánt. Kelet-Európában, vagy Magyarországon ez a tisztelet azért nem ennyire egyértelmű, hogy nagyon finoman fogalmazzak. Ő volt tehát a legfőbb irányítója az 1236-ban kezdődő nagy hódításnak, és ennek a térképnek a segítségével próbálom önöknek megmutatni, hogy mi is történt. Itt van tehát a Volgai Bulgária, nem csak itt, hanem itt nyugatabbra is. 36-ban megindult a támadás, hát itt bolgár városát mutatják nekünk, és 36-37-ben teljesen eltörölték a föld színéről ezt az egyébként fejlett
civilizációs és egyéb szempontból is fejlett állam alakulatot, és ezután kezdhették meg a harcot, az egyenlőtlen harcot az orosz területekkel. Az első nagy áldozat, mint ahogy utaltam már erre, tessék megnézni, Riazány városa volt az Oka partján. Riazány, amint mondtam, nem tartozott az igazán jelentős központok közé, de az erődítménye az hasonló volt, mint máshol. Még december folyamán, viszonylag rövid ostrom után bevették a tatárok. Elmondom, hogy mi történt. Gyakorlatilag a későbbiekben nem kell ezzel foglalkoznom, mert csak papagájként kellene ugyanazt ismételnem. Ha hasonlóak az erődített települések, akkor hasonló módon lehet ezeket elfoglalni. Az történt, hogy körülvették a várost. Ennek is volt egy erődítménye, de a nagy része azért városfal volt, lepődjünk meg, földből és fából. Na most innentől kezdve el is dőlt a küzdelem. Előtte mindig felszólították az adott fejedelmet, a település irányítóit, hogy adják meg magukat. Általában nem adták meg magukat, ennek az lett a következménye, hogy szinte mindenkit lemészároltak a tatárok. Ezek az emberek semmiféle könyörületet nem ismertek. És néha az az embernek az érzése a források alapján, hogy ami történt sokszor, az a kegyetlenség volt a kegyetlenségnek a kedvéért. Élvezték, hogy földarabolhatják, megkínozhatják az embereket, a legdurvább módon megerőszakolhatják a nőket, kisgyerekeket likvidálnak, tehát rettenetes volt az a nyomás, amely a többi településen is rajta volt, miután kitudódott, hogy milyen módszerekkel járnak el ezek az emberek. Szóval nem adta meg magát Riazány sem, és ezután nyilvánvalóan faltörőkosokkal, kőhajítógépekkel ezeket az oroszok nem annyira használták az egymás közötti harcaikban. Áttörték a falakat, ha nem sikerült, akkor görög tüzet alkalmaztak. A görög tűz gyúlékony anyagoknak a keveréke volt, a bizánciak fejlesztették ki annak idején az arabok ellen, és nagyon jól sikerült az arabok hajóit fölgyújtani, és Konstantinápolyt nem egyszer megvédeni a görög tűz segítségével. Ez oldhatatlan anyag volt. Tehát szurkott naftát, szenet, ként, salétromot összekevertek, beletették akár egy kis edénybe is, egy fazékba, vagy bármi másba, meggyújtották, hogyha ez sikerült egy hajóra rádobni, vagy egy fa szerkezetre, akkor ha az meggyulladt, nem lehetett eloltani, és decemberben is meggyulladt, mert most 1237 decemberében vagyunk. Valahol sikerült áttörni, itt is máshol is a falakat, és ezután a kőépületekben kerestek az emberek menedéket. Riazánynak 3 kőépülete volt nagyjából. Hát most tessék elképzelni, hány ember mehetett oda. Na most akik a kőépületbe menekültek, azok sem számíthattak semmire, mert vagy kiéheztették őket, vagy betörték a templom ajtaját, többnyire a templomok voltak kőből, vagy tüzet raktak a templom mellett. Tehát el lehetett dönteni, hogy a bent lévők megfulladnak, vagy kijönnek fuldokolva, de ha kijönnek fuldokolva, akkor lemészárolják őket. Ez pontosan így történt itt is. A fejedelmet és a családját sem kímélték meg, és gyakorlatilag ezt a települést letörölték a föld színéről. Tehát ma Riazány nincs, pontosabban később újjáépült, de Ó Riazány, amelyről beszélek, ma már nem létezik. Mutatok egy érdekes képet az ostromáról, ez talán alátámasztja, amit mondtam. Tehát, hogyha sikerül áttörni a falakat, akkor be lehet a településre vonulni, megkezdődik a rettenetes mészárlás. Akit elérnek, azt legyilkolják, ha csak nem sikerül valahogyan nem menekülnie, és azok sem számíthatnak semmi jóra, akik templomba menekülnek. Ez volt a helyzet itt is, és máshol is. Hát megmutatom önöknek a Spasszki székesegyháznak a maradványait. Ugye látják a maradványokat,
az alapok megmaradtak, ez Riazany három templomából az egyik volt. Földgyújtották, lerombolták a tatárok. Nem mondanám, hogy olyan nagyon gondját viselik, hiszen kicsit füves ez a terület, elhanyagolt, de azért van egy tábla, ami mutatja nekünk, hogy a megváltó székesegyház itt volt 1237. decemberig. És akkor elnézést, de ezt nem hagyhatom ki. Tessék elképzelni, hogy ami szerencsétlensége volt a riazanyiaknak, az micsoda szerencséje a régészeknek a mai napig is. Ugyanis az emberek, amikor látták, hogy nincs menekvés, elásták a kincseiket, és a 19. századtól kezdve a régészek föltárják mindazt, ami megmaradt ó Riazanyban. Hasonló kincseket lehet találni, tehát amelyeknek nyilván a művészettörténeti értéke nagy, de maga a nemesfémnek a értéke is. Jó néhány került ezekből múzeumba. Ez talán valamelyik papi személyé lehetett. És akkor megyünk tovább Vlagyimirba. 1238-ban már Vlagyimirban jártak, azt gondolnánk, hogy az ó-orosz élet egyik legnagyobb központja csak kitart, nem nagyon tartott ki. A fejedelme Juri elmenekült, akinek a szobrát már nem mutattam, és március folyamán összegyűjtötte azokat, akiket lehetett, és a Volgától nem messze vállalta azt a bizonyos nyílt ütközetet, ő maga is életét vesztette, és nagyon sokan rajta kívül. A családja pedig itt vesztette életét Vlagyimirban. Tessék megnézni, hát itt van az aranykapu, mert ez az aranykapu, és ez a mai napig is megvan, kicsit átépített formában, de megvan. Ezt azért nem olyan könnyű bevenni, de ha mellette áttörik a fából, cölöpökből készült falat, mert nyilván nem kezdik ásogatni 1238. februárjában a hidegben, nem kezdik a földsáncokat szétbontani, de a faszerkezetet tönkreteszik, és hát óriási létszámmal támadtak általában. Bevonultak a városba, és akit értek, azt itt is lemészároltak a fejedelmi családdal együtt, hadd mondjam még egyszer. Nem tettek mindent teljesen tönkre. Az Uspenszki székesegyházat itt látjuk egészen távol. Az biztos, hogy megmaradt, mert a későbbiekben, amikor konszolidálódott a helyzet, ha ezt annak nevezhetjük, akkor a fejedelemnek a holttestét ide visszahozták, és eltemették az Uspenszki székesegyházban. Azt tetszenek látni, hogy hogyan néz ki most az aranykapu, amit mondtam, átépített formában van, de a földsánc most is mellette van. Nem ér teljesen az aranykapuhoz, mint ahogyan annak idején, és hát a város már túl terjeszkedett rajta. Járműforgalom van két oldalról, az aranykapu két oldalán, de még ma is mutatja ez a meglehetősen magas sánc, hogy hogyan védték az orosz településeket. Ez pedig az Uspenszki székesegyház, tehát az Isten szülő elszenderedéséről elnevezett székesegyház. Ez volt az, amire azt mondtam, hogy megmaradt. Andrej építette, Vszevolod átépítette, mert még a kőtemplomok is időnként leégtek, vagy károkat szenvedtek a tűzvészek idején. Ez tehát a vlagyimiri fejedelmeknek a temetkező temploma. Hát azt gondolom, hogy másképpen is el tudta volna a jövőjét Juri fejedelem is képzelni, de ez az ága a dinasztiának is népes volt, tehát mások át tudták venni a fejedelmi tisztségeket. Ismét az a térkép, amit mutattam önöknek. Most egy furcsa helyzet áll majd elő. Elfoglalták a jelentős településeket, mint Szúzdát, Rosztovot és a többit, a tatárok. Majd tovább indultak Novgorod felé, hát az volt az egyik fő cél. Ott lehetett volna igazából zsákmányt szerezni. Novgorod kapcsolatban állt a nagy nyugati kereskedővárosokkal, óriási kereskedelmi készletei voltak, a borostyán gyártásnak már akkor egyfajta központja volt, tehát vágytak ide a tatárok, de amint tetszenek látni, Novgorod ott van északon egészen, visszafordultak. Ott a nyíl mutatja nekünk, hogy visszatértek ideiglenesen a sztyeppére,
óriási szerencse, ez megtörtént Fehérvárral is Magyarországon, a mai Székesfehérvárral, ugyanez történt itt is. 1238. márciusában olvadni kezdett. Nem olyan nagyon, ez annyira északon még alig érezhető, de nagyon sok volt az ingoványos terület. Ez a lovas nomád nép nem merte megkísérelni, hogy tovább haladjon, mert lehet, hogy eljutott volna Novgorodig, csak utána süppett volna bele a mocsárba, nem tudott volna azt Gyeppére visszatérni, úgyhogy megmenekült, nem is foglalták el soha, adót fizetett a tatároknak, de ez olyan súlyos lehetett, hogy hosszú évtizedekig, mert ez egy mérce a történészek szemében, egyetlen templom sem épült Novgorodban. Ha valaki elmegy Novgorodba, akkor azt látja, hogy templom hátán van. De volt egy hosszú időszak, amikor nem épült templom, mert bizony az adó, a tatároknak fizetett adó elvitte a bevételeket. Ami még ezután következik, az gyakorlatilag 39-hez, 1239-hez és 40-hez kötődik. Ekkor újabb településeket foglaltak el. Csernyigovot, Kijev közelében 39-ben az egyik legnagyobb orosz központ volt, 40-ben pedig Kijev is sorra került, és úgy emlékszem, van is egy képem ezzel kapcsolatban. Nem az igazi ez sem, mert hogy miért kellett az ökröket ide rakni és ezt a jurtát, így szállították az előkelők jurtáit, ez inkább csak zavarít bennünket, de ezt találtam nagy részt. Nézzék csak meg az aranykaput. Ostromolják, ez a kijevi aranykapu, ma már csak a romjai vannak meg, és látjuk, hogy repül a görög tűz befelé, van, ahol már a faszerkezet lángra lobbant, egyébként ugyanúgy foglalták el, tehát miután sikerült a fa védművet áttörni, behatoltak a tatárok, itt maga Batu irányította az ostromot, mindenkit legyilkoltak, akit tudtak, és azoknak sem kegyelmeztek, akik a kőépületekben húzták meg magukat. Itt mégis van egy érdekes dolog. Nem volt fejedelme, a halicsi fejedelemnek az egyik embere irányította az ostromot, Dmitr, ez volt a neve, és azt olvassuk a forrásokban, hogy Batu megkegyelmezett neki, megdicsérte, hogy milyen hősiesen harcolt, és megkegyelmezett neki. Ez azt jelenti, hogy ha egy kicsit benézünk az információ mögé, hogy itt az áruló. Soha nem kegyelmeztek meg senkinek. Tehát el nem tudom, és minél vitézebbül harcolt, annál kegyetlenebbül ölték meg. Itt most valakinek a vitézsége miatt állítólag megkegyelmezett Batu. Csak azt tudom elképzelni, hogy segített abban, hogy minél hamarabb elfoglalják a tatárok Kijevet. Másképpen ez abszolút nem értelmezhető. Miután Kijevet is elfoglalták, és tovább mentek, maradt még néhány orosz fejedelemség, Halics például, 1240 végén, 41 elején, és utána részben a vereckei hágón keresztül Magyarországra érkeztek a tatárok. A mongol birodalmat mutatom most önöknek, talán a hátsó sorokban is látszik. Tessék csak megnézni, a kínai területektől, illetve részben Mandzsúriától, Mongólián keresztül, Tibetet érintve, Turkisztánt, Közép-Ázsiát érintve, egészen Kelet-Európáig terjed ez a hatalmas birodalom, és még a mai Törökországnak a keleti része is oda tartozik, a szeldzsuk törökök uralták azokat a részeket, és hát őket is persze uralmuk alá hajtották a mongolok. A 13. században ilyen hatalmas birodalmat szerveztek. Miért az a nagy kérdés? Erre egy kicsit összeszedettebben kellene válaszolnom, hiszen ugyanazokat az erényeket mutatták fel mindenütt, a legfejlettebb, legerősebb állam alakulatokkal is. Hát ez itt az Aral-tó lenne például, hát itt helyezkedett el Horezm, egy erős és gazdag mohamedán államalakulat volt, ez sem tudott ellenállni, tehát sehol senki nem tudott ellenállni. Mi lehet ennek a
az oka? Hát az egyik oka nagy létszám. Tehát úgy tűnik, hogy akit mozgósítani lehetett, azt mozgósítottak a tatárok. Az adatok persze megbízhatatlanok, hiszen kiszámolta meg pontosan hányan vettek részt egy-egy hadjáratban. A kelet-európai hadjáratban állítólag 120-140 ezer ember. Hát tessék arra gondolni, hogy a legnagyobb orosz település Kijev is jó, ha volt 40 ezer lakosú. Novgorod talán 30. Vlagyimir 25-30 ezres. Rengeteg kis település volt. Mennyi volt akkor a katon? Nem is tudjuk, mennyi volt a létszáma a kijevi rusznak, de ha egymás ellen harcoltak az orosz fejedelmek, néhány száz fővel, néhány ezer fővel harcoltak általában, nagyon ritkán lehet itt olvasni több tízezres hadseregről, de hát annak sem lett volna feltétlenül esélye. Tehát a nagy létszám Kelet-Európában és máshol is a mongol-tatár sikerek egyik kulcsa volt, a fegyelem a másik. Tehát sok helyen ismerték a sztyeppei népek harcmodorát, de ilyen fegyelmezett sztyeppei néppel, mint a mongol nemig el lehetett találkozni. Itt mindenki pontosan határozottan végrehajtotta az utasításokat. Tízes egységekben fölépítették a hadsereget, mindegyik kis résznek megvolt a maga parancsnoka. Hihetetlen az a tervszerűség, ahogyan a mongolok tudtak harcolni. És aztán ott vannak a technikai vívmányok. Mert azok nélkül településekkel szemben nem lehetett volna mit kezdeni, de ha kőhajtó gépek is vannak, persze nem maguk a sztyeppei harcosok dobálták a köveket, hanem a meghódított népek fiait használták általában ilyesmire. De hát teljesen mindegy, alkalmazták ezt a technikát. Sikerrel alkalmazták, és aztán mondtam, hogy ott volt a görög tűz is, amely pedig a siker újabb kulcsát jelentette, és gyakorta, különösen Kelet-Európa vonatkozásában azt írják a kutatók, hogy ne felejtjük el a pszichés tényezőket is. Tehát ezekkel sokat nem tudunk kezdeni a történelemtudomány módszereit ismerve, de tessék a következőket elképzelni. Mennyi esélye van valakinek télen, Kelet-Európában, az orosz télben elmenekülni? Vagy életben maradni? Tehát a kisebb települések lakói nyilván megadták magukat, de előfordult, hogy onnan is elmenekültek az emberek, vagy nagyobb településekről is, mielőtt megérkeztek a tatárok, elmenekültek. Hát télen, mert hiszen télen harcoltak az oroszok is, de a legcsikorgóbb hidegben már nem, addigra befejezték a hadműveleteket. Télen mennyi esélyem van arra, hogy túlélek? Nem tudom, mennyi az a legalacsonyabb hőmérséklet, amellyel önök szembesültek. Az idősebbek talán nagyon alacsonnyal, a fiatalok nem biztos, mert tél sincs mostanában. Én amire emlékszem, Vlagyimir városában volt, az mínusz 18 fok volt. Hát az már nekünk magyaroknak ilyen fagyhalál közeli állapotot jelentett. Tartósan volt mínusz 18 fok. Most tessék elképzelni, elmenekülök a tatárok elől, sikerül az erdőbe bevenni magam, és onnantól kezdve mi történik? Mire fölépítem a kis faházamat, viskómat, kunyhómat, addigra jó eséllyel meg is fagytam. De vajon el tudom-e vinni a fejszét magammal? Tudok-e vinni valamiféle élelmet? Jó, persze lehetne vadászni. De ezek az emberek már letelepedtek, jó részt földművesek. Nem is feltétlenül biztos, hogy tudnak vadászni, vagy tudják, hogy éppen az adott helyen mi az, amire lehet vadászni. Tehát nincs esély tulajdonképpen. Ha magunkat képzeljük ebbe a helyzetbe, akkor megérthetjük, hogy milyen depressziós helyzetbe kerülhetett mindenki szinte az orosz területeken. A nagy veszély az ott leselkedett, és nem volt menekülési lehetőség. Na, sokan maradtak, ők pedig nagyon komoly adókat kellett, hogy fizessenek a későbbiekben. És itt maradtak ráadásul, hogyha most szűken csak Kelet-Európát nézem, hosszú időre. Az aranyhorda területét tetszenek itt látni.
A törzs területe mégis ez a déli rész volt, tehát a sztyeppvidék, de elhúzódott ez az Araltóig, és Nyugat-Szibéria is az aranyhordához tartozott. Batu kán szervezte meg, miután Kelet-Európát meghódította. Még egy fővárost is, Szarájt is épített itt délen. Aztán később ott hagyták a tatárok, északabbra húzódtak, egy új Szarájt építettek maguknak. De az aranyhorda gyakorlatilag pallosként funkcionált. Hogyha az alávetett részek, itt Moszkvát látjuk, Novgorodot látjuk, Kijevet látjuk, ha az alávetett részek nem engedelmeskedtek, nem küldték el az adót a Szarájba, akkor nagyon rosszul járhattak. És azt is meg kell mondjam önöknek, hogy még így is előfordult, hogy egymás közti civakodásaikban tatár segítséget vettek az orosz fejedelmek is igénybe, ami mindig azzal járt, hogy megérkeztek a tatárok, és óriási öldöklést végeztek. Néha még annak a fejedelemnek a hívei között is, aki hívta őket. Tehát itt nagyon kellemetlen helyzet alakult ki. Batu hiába halt meg 1255 körül, az utódai az aranyhordát irányították. 1480-ban tudták az oroszok csak levetni magukról, ledobni magukról a tatár fennhatóságot. Tehát ez egy jó 240 év. Ettől mi, pontosabban a mi őseink sokkal jobban jártak, hiszen 1241-42 ez a két szörnyű év a magyarság számára, de hirtelen kivonultak a tatárok, és nem tértek vissza olyan erővel. Volt még persze kísérletük 1285-ben, de az már inkább a bohózatnak a kategóriája volt, ahhoz képest, ami 1241-42-ben történt. Ezek tehát a legfontosabb eseményei és összefüggései a kelet-európai tatárjárásnak. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you.